Sziasztok! Ez itt a Planet Zoo kiegészítőket bemutató sorozatom. Ha gondolkozol azon, hogy bővítenéd a játékot valamelyik kiegészítővel, de nem tudod, hogy melyikkel, akkor nézd meg ezt a sorozatot. Ebből megtudhatod, hogy melyik kiegészítő milyen pluszt ad az alapjátékhoz. A mai részben a 2022. december 13-án megjelent hüves területek állatcsomagot mutatom be, aminek angol neve a Grasslands Animal Pack. Ezzel a kiegészítővel kapunk egy újabb karrier részt, nyári projekt néven, angolul Summer Project, ahol egy olyan dzsungelparadicsomi állatkertben kell feladatokat végrehajtanunk, amelyet egy fiatal társasági hölgy és feltörekvő természetvédő Tiffany Summers fejlesztett és épített. Itt köszönetet mondanék az önkéntesekből álló Planet Zoo játékot magyarra fordító csapatnak és a szerverük fenntartójának, ugyanis tőlük kölcsönöztem az imént elhangzott mondat egy részét. Te is jelentkezhetsz önkéntes fordítónak, ha szeretnél segíteni játékok fordításában. Például csatlakozz a Discordomhoz, ahol keresheted a fordítócsapat felelős fordítóját ez ügyben. Ebben a kiegészítőben a megszokott módon kapunk 7 új állatfajt és egy teráriumi lehetőséget, ami mégis eltér a megszokottól, ugyanis a teráriumban nem egy, hanem 5 lepkefajt telepíthetünk. Tulajdonképpen ez 12 új fajt jelent, ami túlszárnyalja az eddigi állatkiegészítőket. Térjünk is át ezekre az új fajokra. Az első egy kanabisszagú sörényes, a sörényes farkas, amelyet az állatbemutató 98. részében mutattam be, és a dél-amerikai kontinens legnagyobb kutyaféléje. Brazília, Bolívia, Paraguay, Peru és Argentina területén honos. Uruguayban közel áll a kihaláshoz, az is lehet, hogy már kihalt. A füves, bokros pusztaságok, erdőszélek és a mocsárvidéki partszakaszok lakója. A guaráni nyelvbeliek Aguara Guasu néven ismerik, aminek a jelentése nagy róka. Egy másik dél-amerikai, a Tobacom nyelvcsaládon belül a neve Kalak, spanyolul Lobo de Crin, Lobo de los Esteros vagy Lobo Colorado néven említik, míg portugálul Lobo Guará a neve. A lobo, vagyis farkas, a latin lupusból ered. A guará és az aguará szavak a tupi guaraní nyelv aguará szavából erednek, aminek a fordítása nagyjából bolyhost jelent. Bolíviában borocsinak is nevezik. A sörényes farkas nem áll közeli rokonságban a Dél-Amerikán kívül talált kutyafélékkel. Nem róka, nem farkas, nem préri farkas, nem sakál, hanem egy különálló kutyafaj. Minden evő állat, amely kisebb emlősökre, főleg rágcsálókra és nyulakra, hüllőkre, rovarokra, sőt madarakra és tojásaikra is vadászik, de halat és csigákat is eszik. Emellett több mint 50%-ban gyümölcsöket, cukornádat, húsos gyökereket is eszik, még a hagymát is megeszik. A vizeletének nagyon jellegzetes szaga van, amelyet egyesek a komlóhoz vagy a kanabiszhoz hasonlítanak. A felelős anyag nagy valószínűséggel a pirazin, egy aromás szerves vegyület, amely mindkét növényben előfordul. A rotterdami állatkertben történt esetről az állatbemutató 98. részében hallhatsz. A következőben tekintsük meg Ausztrália nemzeti madarát, a 77. részben bemutatott emut, amely a világ második legnagyobb madara. Ausztrália füves területeinek, szavannáinak, eukaliptusz erdőinek, bozótosainak lakója. Akár sivatagokban is előfordul, melyeket azonban inkább csak eső után keres fel a hirtelen támadt táplálékbőség kedvéért. A trópusi erdőkből hiányzik. Majdnem egész Ausztráliában elterjedt, de az erdőkben és a sűrűn lakott keleti parton ritka.
az emok mély hívó hangja akár 2 kilométerre is elhallatszik. Emellett röfögni és sziszegni is tudnak. Nagyon kitartó futómadarak, bár röpképtelenek, hatalmas távolságokat képesek megtenni fáradhatatlanul. Gyűrűzött példányok akár 500 kilométerre is elvándoroltak a gyűrűzés helyétől. Emellett kiváló úszók, széles folyók sem jelentenek számukra számottevő akadályt. A táplálék megőrléséhez segítségképpen 40-50 g-os köveket, néha faszenet is lenyelnek. Napjában egyszer isznak, de szükség esetén akár napokat is kibírnak víz nélkül. 1932-ben Ausztrália kormánya hadat üzent az emuknak, és fegyverrel próbálták megvédeni a mezőgazdasági területeket. Az egy héten tartó háború kimenetelére és arra, hogy az emuknál kitolja a tojást és kikölti ki, választ kaphatsz a bemutató videó 77. részében. A következő állatunk a kiegészítő cicája, a karakál, más néven sivatagi hiúz, amely egy közepes termetű Afrikában és Délnyugat-Ázsiában élő macskaféle. Bár nem közeli rokona a hiúzoknak, hegyes pamacsban végződő füle és viszonylag rövid farka nagyon hasonlóvá teszi hozzájuk. Fülén a fekete szőrpamacs, amiről nevét is kapta, dúsabb és hosszabb, mint a hiúzoké. A karakál török eredetű szó, jelentése fekete fül. A sivatagi hiúz elnevezés némileg félrevezető, ugyanis a kimondottan sivatagos területeket kerüli. Ideje nagy részét a talajszinten tölti, bár kiválóan mászik és ugrik, akár 3 méter magasra is. Zsákmányát olykor a leopárdokhoz hasonlóan fákon rejti el, hogy később fogyaszthassa el a maradékot. Élőhelyén korábban számos gazellafaj előfordult, amelyek populációja azonban erősen lecsökkent. Emiatt a karakál manapság inkább nyulakra és juhokra vadászik, illetve rágcsálókkal, madarakkal és kisebb antilopokkal táplálkozik, de gyakran elkapja az alacsonyan repülő madarakat is. Könnyen szelidíthető, ezért főleg régebben, Iránban és Indiában vadászatra idomították, sőt van, ahol házi kedvencként tartják. Nem csak a kölyök, hanem a felnőtt karakálok is szép macskafélék. Így nem csoda, hogy ez a macskaféle a fotósok egyik nagy kedvence. Ha többet akarsz tudni róluk, nézd meg a bemutatók 73. részét. A következő állat egy szökevény erszényes, a Bennett kenguru vagy más néven vörösnyakú valabi. A Bennett kenguru eredetileg Tasmania egész területén és Ausztrália délkeleti partsávján, Queensland és Új-Dél-Wales államokban, az eukaliptus erdőkben és a bozótos területeken, a partoktól a hegyi erdőkig mindenhol megtalálható, de az embernek köszönhetően igazi világállat. Él a Bessoros szigetein is, de nem lehet tudni, hogy melyeken őshonos és melyekre hurcolták be. Új-Zéland déli szigetének Canterbury régiójában viszont biztosan betelepített populációja található. Tasmániában és Queensland partvidékén az utóbbi 30 évben elszaporodott egyrészt a vadászat csökkenése, másrészt a foltos erdőirtás miatt, ami lehetővé teszi, hogy a tisztásokon legeljen és az erdőben pihenjen. Ismeretlen okokból Viktóriában ritka. Gyakran megpróbálják új helyekre betelepíteni, így a skót Loch Lomondban, Inchonaghan szigetén is él egy populációja. Ez két pártól származik, amelyeket 1975-ben telepítettek ki a Whipsnade állatkertben.
Nagy-Britanniában a 20. század kezdetétől Derbyshire-ban él a Peak Districtben egy másik populációja, ami azóta valószínűleg kihal. A West Sussex és Hampshire további elszórt populációk otthona. Több tízegyedből álló populációjai a szabadon Franciaországban, Párizstól 50 kilométerre. Ott is szökött állatok telepedtek meg az 1970-es években. Otto König 50 példányt megpróbált Ausztriában elvadítani, de nem bírták a teret. A Man-szigeten élő populáció egy pártól származik, amelyek ugyancsak az 1970-es években szöktek meg egy vadasparkból. Németországban, Mecklenburgban, Stargard környékén él néhány bennett kenguru. 2001-ben egy betörés miatt megszöktek a közeli állatkertből, és három bennett kengurut nem tudtak befogni. Azóta vadon élnek és szaporodnak, még a 2009-2010-es kemény telet is kibírták. A megszökött vagy betelepített vadon élő bennett kenguruk listája hosszú. Ha többet akarsz hallani, a leírásban megtalálod a 95. részhez a hivatkozást. A következő kis állatkánk Dél-Amerika páncélosa, a 78. rész sztárja, a 9 éves tatu. A tatuk egy ősi emlős csoportba, a kizárólag az új világban elterjedt vendégézületesek közé tartoznak rokonaikkal, a lajhárokkal és a hangyászokkal együtt. Magyar nevük a portugálból származik, akik pedig az amerikai őslakos tupi nyelvből kölcsönözték a szót. Figyelem, nem portugál bor, hanem portugálból. Dél-Amerikában honos, de elterjedése Argentínától egészen az Egyesült Államok déli részéig tart. Családjából ez az egyetlen faj, amely az idők folyamán sikerrel meghódította Észak-Amerikát. Mint minden öves állatot, a 9 éves tatut is a testén található páncélozottságáról lehet felismerni, amely, mint minden más öves állatnál, három részre van felosztva. Egy páncélrész a fejen és a vállakon, egy a far részen és egy összekötő, páncélövekből álló rész a kettő között. Neve ellenére páncélöveinek száma nem mindig 9, 7 és 11 között van. Páncélja az úszásban sem hátráltatja igazán. Hogy ne süllyedjen el, levegőt nyel, így a többlet felhajtó erő következtében zavartalanul hasíthatja a vizet. És ha ehhez éppen nem lenne kedve, képes 6 percig is visszatartani a lélegzetét, így szépen kényelmesen átgyalogolhat a fenéken a túlpartra. Bár aranyos állat, megvan az a szépséghibája, hogy terjeszti a testi deformitásokat és idegi károsodást okozó leprabaktériumot. A kutatók szerint a kórokozó először az emberekből kerülhetett a tatukba, majd megfordult az átadás aránya. A többi állathoz hasonlóan többet tudhatsz meg róla az állatbemutató videójában. A tatu esetében ez a 78. rész. Megtalálhatod az állatbemutatók listájában is, de a leírásban is elhelyeztem a hivatkozását. És most akkor elhúzom a csíkot a hiénafélék egyik tagjához, a csíkos hiénához. A hiénafélék családjából ez az egyetlen faj, amelyik Afrikán kívül is előfordul, és ez a legszélesebb tartományban elterjedt hiéna. Manapság Afrika északi és északkeleti részén, Tanzánia déli részén és a közel-kelettől Indiáig található meg. Különféle élőhelyeken él, például száraz szavannákban, erdőkben, cserjésekben és hegyvidéki régiókban, hűves, bozótos területeken és sziklás hegyvidékeken. A hegyekben a csíkos hiéna 2000-3000 méter magasságig van jelen.
A csíkos hiéna kevésbé függ a víztől, mint a foltos hiéna. Ha teheti, minden este iszik, de hosszú ideig víz nélkül is megmaradhat, lehetővé téve, hogy sivatagi körülmények között is éljen. Mivel a csíkos hiéna kisebb, Afrikában a nyílt területeken kiszorítja a foltos hiéna, ezért más élőhelyekre kényszerül. Minden evő állat, amely opportunista módon táplálkozik. Étrendje magvakból, levelekből, gyümölcsökből, rovarokból, madarakból, halakból, hüllőkből, tojásokból és számos kisebb emlősfajból áll. Bár legszívesebben húst eszik, de mivel egyedül képtelen nagyobb állatokat elejteni, tápláléka gyakran dögökből áll. Már az ókori Egyiptomban ismert állat volt. Ábrázolásai sok hieroglifán és falfestményen láthatók. Arra is vannak bizonyítékok, hogy az egyiptomiak fiatalon befogták, és a vadászataik során hasznosítható segítőtársat neveltek belőle. Olykor táplálkozási célokra is tartották. Később a kutyák általános elterjedésével a csíkos hiéna házi állatként való tartása megszűnt. Ha többet akarsz megtudni a kutyának kinéző macska féléről, nézd meg az állatbemutatók 87. részét. És ha azt hitted, hogy ennyi volt a csíkosokból, akkor tévedtél. Érkezik a leghíresebb nomád, a két gnú faj egyike, a csíkos gnú. A csíkos elnevezést a sörénye miatt kapta, ami hosszú lógó szőrökből áll, de kék gnúnak is nevezik a kék árnyalatú színe miatt. Ez az angol megnevezése is, Blue Wildebeest. Maga a gnú megnevezés a délnyugat-afrikai koi-koi nyelvből ered, ahol így nevezték ezt az antilopot jóval azelőtt, hogy William John Burchell, angol természettudós leírta volna. Az állat mindkét oldala bilaterális szimmetriát mutat, vagyis amilyen a mintázat, az egyik oldalán ugyanolyan a másikon is. Növényevő állat tápláléka főleg rövid füvekből áll, ezért az olyan területeket kedveli, ahol ilyen fűfélék találhatók, és elkerüli a túl száraz, de a túl nedves területeket is. Viszont igényli, hogy az itató helyei 15-25 kilométeren belül legyenek. Amikor lehetséges, akkor naponta akár kétszer is iszik. Egy átlagos felnőtt csíkos gnú 1-2 naponként akár 9-12 liter vizet is ihat, de a vízigénye ellenére a Kalahári sivatagban is fellelhető, ahol dinnyeszerű termésekkel és víztározó gyökerekkel és gumókkal oltja a szomját. A vándorlásai az esőzésekhez és így a füvek növekedéséhez vannak igazítva időben. Ezeken a területeken vulkanikus talajon vannak, amelyeken a fű tápanyaggal telítődik, és ez tökéletes a fiatalok neveléséhez, mivel az egészséges felnőttkort már fiatalon meg kell alapozni. A vándorlás kezdete mindig az adott év időjárásától függ. Mivel a vándorló csordáknak többször jut zsenge fű, ezért ezek az állományok nagyobbak. 100 évvel ezelőtt sokkal több csorda vándorolt, de manapság már csak 3 csorda vesz részt ilyen megmozduláson. Az észak-tanzániai Tarangire, a zambiai Kafue Nemzeti Parkban lévő és a leghíresebb és egyben legnagyobb Serengeti fennsíkon mozgó csorda vándorol. 2017-beli becslések szerint a Serengeti fennsíkon vándorló állomány 1,3 millió egyedből áll. A csíkos gnút a 124. részben mutatom be részletesebben. És akkor most térjünk át a virágos kertek lakóira. Az első a kéneslepke formák egyik alcsaládjának tagja, az atlanti kéneslepke, amely Amerikában honos.
elterjedési területük nagy, Dél-Amerikától Kanada déli részéig tart. Argentinától Dél-Texasig, Georgiáig és Floridáig fordulnak elő leggyakrabban, és minél távolabbra kerülnek ettől a zónától, annál ritkábbak. Kanadában különösen Ontario délnyugati részén láthatóak. A kerteket, a nyílt tereket, a tisztásokat és a vízfolyásokat kedvelik, beleértve a tengerpartokat is. Ősszel az Egyesült Államok területéről átvándorolnak Mexikóba vagy a Karib térségbe, majd ahogy melegszik az idő, visszaköltöznek a költőhelyeikre. Az atlanti kéneslepke az amerikai szennát, a fogolyborsót, a lóherét vagy más hüvelyeseket választja a petéi gazdanövényének. Többet tudhatsz meg róluk a bemutatók 112. részéből. A következő lepke a Morphomenelaus, amely a Morphonem 29 lepke fajának egyike. A Morphonem a rovarok osztályának lepkék rendjébe, ezen belül a tarka lepkefélék családjába és a Morphinae alcsaládjába tartozik. Ezt a 29 fajt 150 alfajba sorolják be. Elterjedési területek Közép- és Dél-Amerika, Mexikó legdélebbi részeitől egészen a brazíliai São Paulo környékéig, beleértve az Andok vonulatától keletebbre eső területeket. Így Ecuador, Peru, Bolívia és Paraguay trópusi és szavannai területeit, sőt, Brazília hatalmas trópusi szavannáját, a Cerrádót is. Nevét a trójai háború elindítójáról kapta, a spártai Menelaosz királyról. Szárnyfesz távolsága nagyjából 12 cm. Háti előső és hátsó szárnyai világos, irizáló kék színűek, feketével szegélyezve, míg a szárnyai alsó része barna és több szemfolt látható rajta. Megjelenése az éghajlattól és a táplálék bőségétől függ. A táplálék a földre hullott gyümölcsökből áll. Pontosabban a Morphomenelaus romló erjedt gyümölcsöket eszik, ezért feltételezik, hogy megrészegedik és ezért repül lassan és ügyetlenül. Ez a faj is a 112. részben került bővebb ismertetése. A 112. részben bemutatott harmadik lepkefaj a pompás királylepke, azaz Danaus plexippus, vagy más néven nagy bűzlepke, vagy amerikai királylepke, vagy Danaida lepke. A Danaus lepkenem típus faja, és egyben a legismertebb és legkülönlegesebb életmódú faj ebből a családból. A pompás királylepke az egyik legszebb lepkefaj a világon. A szárnyak a selyemkóró mérgétől kellemetlen szagúak, vagyis büdösek és mérgezőek. Rossz ízűnek is mondják, ezért feltételezem, hogy van olyan, aki kóstolta. A vándorló populációk az amerikai kontinensen évközben a nagy tavaktól északra, illetve délre élnek. Kanadában, Ontario államban, az Egyesült Államokban Minnesotától New York államig. Ezek a populációk a telet Mexikóban töltik, egy 155 négyzetkilométeres területen. Becslések szerint minden ősszel, illetve tavasszal körülbelül 200 millió lepke indul akár 5000 kilométeres útjára ugyanazon az útvonalon, amelyen az elődeik is repültek, mivel a lepkék életciklusa mindössze néhány hónap. Ezt a telelőhelyet 1975-ben fedezték fel Mexikóban, és Mexikó 1986-ban természetvédelmi területté, 2006-ban pedig az UNESCO Ember és Bioszféra Programjának Nemzetközi Koordinációs Tanácsa Bioszféra Rezervátummá nyilvánította. 2008-ban pedig Mariposa Monarca Bioszféra Rezervátum néven a világörökség része lett. Az öt lepkefajból kettő Európában is megtalálható. Az egyik a nappali pávaszem. Egész Eurázsia északi felén megtalálható, Japántól a Brit-szigetekig.
Európában a 60. szélességi fokig található meg, és Kréta kivételével a földközi tenger valamennyi nagyobb szigetén is előfordul. A távoli északról és Észak-Afrikából hiányzik. A legismertebb európai nappali lepkék közé tartozik, Magyarországon a leggyakoribb nappali lepkefa. Ezek a lepkék szívesen szállnak a bogáncs és aszatfélék virágaira, de nagyon gyakran láthatóak más virágokon is. A kertekben igencsak kedvelik a nyári orgonát és a bársonyvirágot. A nappali pávaszem, ha valami fenyegetőt észlel, gyorsan összezárja a szárnyait és mozdulatlan marad. Ilyenkor, ha nem figyeltük meg tartózkodási helyét, nem könnyű felfedezni, mert feketén márványozott fonákjának részletgazdag, fekete és sötétbarna mintája kiváló rejtőszín. Amikor lombfakadás után eljön a párzás ideje, a hímek teritoriumot foglalnak az ösvények mentén, és igyekeznek elüldözni onnan minden más lepkét. Ezek a veszélyes lények ilyenkor nem csak a lepkéket üldözik el, hanem az embert sem kímélik. Egyenesen az arc felé repülnek, és amikor 10-20 cm-re közelítenek meg, akkor hirtelen elfordulnak. Szóval, ha rátok támad egy vérszomjas lepke, tudjátok, hogy belegázoltatok az intim szférájába. Ezt a lepkefajta 93. részben mutattam be részletesebben. Az 5. és egyben az utolsó lepkefajunk a fecskefarkú lepke, amely Európa és Ázsia nagy részén, Japánt is beleértve, valamint Észak-Afrikában és Észak-Amerikában fordul elő. Holarktikus faj, más szóval az északi flóra birodalomhoz tartozik. Magyarország teljes területén általánosan elterjedt és viszonylag gyakori, mégis védett, természetvédelmi értéke 10.000 forint. Az eurázsiaiak és észak-afrikaiak szárnyfesztávolsága 50-75 mm, alapszíne sárga, viszont intenzitása változékony, lehet tiszta fehér is. Az észak-amerikai példányok sokkal változatosabbak, lehetnek sárga-fekete sávosak, de sok egyeden több a fekete elem. Sőt, lehetnek tiszta feketék, mivel valószínűleg a mérgező bátuszfajokat utánozzák, így a madarak kerülik. Az Amerikában élő alfajok szárnyfesztávolsága 75 és 100 mm között van. A hátulsó szárnypáron vannak a nevet adó fecskefarkak, amelyek hosszúsága változó, lehet egy kis kiszögelés vagy egy rendkívül hosszú fonálszerű képlet is. A Kárpát-medencében évente 2 nemzedéke van, más információk szerint 3. Ez lenne hát a füves élőhelyek állatai kiegészítő, amellyel az állatkiegészítőkhöz illően kapunk az új állatokhoz egy kis reklámot is az állatkertjeinkben. A leírásban megjelöltem az összes itt bemutatott állat részletes videójának a linkjét. Ugyanakkor, ha nem nézted még meg az állatbemutatókat, mindenképp ajánlom, hogy tedd meg. Ne felejtsd el, hogy légy feliratkozva a csatornára. Ezzel nekem is kedvet adsz a folytatáshoz, és nyomd meg a like gombot, ha tetszett a videó. Kommentben írd meg a véleményed erről a kiegészítőről, írd le, melyik a kedvenc fajod az itt felsoroltakból. Csatlakozz az Éjmadár Nightbird Discord szerverhez, ahol megosztjuk egymással az építéseinket, fotókat állatokról, és nem utolsó sorban beszélgetünk egymással. Olvas híreket a planetzoo.hu oldalon, ahol Pajor Krisztián afrikai nagyvadkövető és jó magam osztunk meg híreket a nagy állatvilágból. Ezekből néha a csatornámon is lehet csemegézni. Köszönöm, hogy megnézted! Legyen szép napod!